Térségünk kiválóságait újra díjazta a Heves vármegye közgyűlése. Dr. Juhász Attila Simon a közgyűlés elnöke 17 díjat adott át június 30-án Egerben a megyeházán a 2022-es évre vonatkozóan. Heves vármegye nagykövete díj elismerésben részesült Cekeres János Imre, az ÉTA Kulturális Egyesület elnöke, aki 1974. októberétől igazgatja az Adácsi Művelődési Házat. Kezdettől fogva sokat tett a település kulturális életének színes ítéséért. Támogatta az ÉTA Ifjúsági Klub és a Veritas színpad működését. Nagyon büszke nap van ma Heves vármegyébe, hiszen kitüntettünk nagyon sok olyan elismert, teljesítő, dolgozó csapatot, embert, szemét, aki képviseli Heves vármegyét, és mi nagyon büszkék tudunk rájuk lenni. Hogy kik is ők tulajdonképpen? Szekeres János úr, aki nagykövet lehet, innentől kezdve úgy kell János szólítani, nagykövet. Ő az ÉTA Kulturális Egyesületnek az elnöke, és nagyon régen, nagyon régóta már nagyon magas szintű kulturális munkát végez János. Térségünkből egyéni sportoló kategóriában Laska Bence kickbox bajnok vehette át az év Heves megyei sportolója díjat. Bence első komoly nemzetközi versenyeredményét 2012-ben érte el Horvátországban egy világbajnokságon, ahol a 14 éven aluli korosztályban aranyérmet szerzett. A Magyar Kickbox Szövetség válogatott tagjaként indult el a 2018. szeptemberében Olaszországban megrendezett világbajnokságon, ahol bronzérmes lett. Azóta is sorban gyarapítja érmei számát. Vármegyét képviselő sportoló Laska Bence lett, aki fiatalkora ellenére is nemzetközi versenyeken megméretve viszi vármegyék hírét, és mi nagyon büszkék vagyunk rá. A 60-i Gesztenyéskert óvoda képviseletében a vezető Bereckiné Walter Anita vette át a vármegye családokért díját. Az óvodában törekednek az együttműködő és bizalomra épülő konstruktív kapcsolat kialakítására. A hátrányos helyzetű és védelembe vett gyermekek is magas színvonalú nevelésben részesülnek náluk. Jelenleg egy ukrán menekült státuszú gyermeket is nevelnek az óvodában. Ne felejtsük el a Gesztenyéskert Ovit, hiszen velük kellett volna kezdenem. Egy nagyon jó gárda van, nagyon jó óvónői gárda, nagyon jó híre van a szülők között, nagyon sok gyermeket íratnak oda, és nagyon sok gyermek kerül ki a kezük alól. Szoktam mondani, hogy ők az örök ifjúságnak a birtokosai, hiszen mindig jön egy újabb ifjú gárda, akik gyerekek, akik adnak nekik erőt és tudják ezt végezni, ők pedig a Heves vármegye családokért díját kapták. Mi nagyon büszkék vagyunk rájuk, én nagyon jó munkát kívánok nekik, kívánom, hogy ez az elán, ez az aktivitás, ez maradjon meg továbbra is, és tényleg fölnézünk rájuk, hiszen ez az 5 kitüntetett, ezt úgy gondolom, hogy méltó helyre kerültek a kitüntetések, és méltók arra, hogy ezeket a díjakat, ezeket a kitüntetéseket elnyerjék. Telekesi István díj idei kitüntetettje lett Simon Attila agrárszakértő, az Agria alapítóinak egyike, a Fiatal Gazdák Országos Szövetségének alelnöke. Egerben a Vidékfejlesztési Hivatal vezetőjeként innovatív lehetőségeket keresett a területfejlesztés, vidékfejlesztés terén, felismerve a vidék megtartó erejének fontosságát. 2017-től banki területen is ismert munkássága az Agrárpartner program szakmai vezetője volt. A 60-i Bioextra ZRT is klímabarát díjazott lett. A díjat Szabó József igazgató vehette át. A több mint 30 éve működő cég az egészség megőrzés jegyében számos jól ismert magas hatóanyag tartalmú minőségi gyógyszert, étrend kiegészítőt, teát és kozmetikumot gyárt a magyar és európai piacra egyaránt. Hisznek benne, hogy nem csak termékeik minősége, hanem cégük ökológiai lábnyoma is nagyban hozzájárul az egészséges és fenntartható környezet gazdálkodáshoz.